Az élvonalbeli pápát elhagyva az MB2 téli lista vezetője szerződött a Fáji utcába a korábbi 29 es válogatott futballcsatár Kenesei Krisztián, akinek már volt a korábban mozzanatai a vasasnál, a piros kékekhez most másfél évre írt alá. Már is mesél terveiről a karrierét, annak az MTK-nál kezdő 38 éves játékos, ő a vendégünk. Szia, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Kívánok! Krisztián, a fiatalításra szavazó ö, lengyel Ferenc pápai edző miatt váltottál? Hát Isten igazából igen, ö elkezdődött vele egy új korszak pápán, én úgy gondolom, és az ő meglátása szerint szerintem én nem, szerintem nem fértem bele. Ebben ő fiatalítani akart, igazából nem nagyon értettem ezt az egészet. Nyilván ez nem lett kimondva teljesen, én is csak úgy olvastam ezt, hogy fiatalítani akar és hogy lassul a csapat. És akkor te érezted a jeleket? Nyilván vannak jelek, attól függetlenül én a tulajdonosúrral nagyon jó viszonyt ápolok, én úgy gondolom, hogy ő nem is annyira örültenek, de hát nyilván, ha az ember érzi azt, hogy hogy annyira nem számítanak rá, akkor váltani kell, ezt megbeszéltük, ma lesz éppen egy tárgyalásom vele, úgyhogy remélem, hogy pontot tudunk tenni az íre, és akkor minden rendbe fog menni, úgyhogy meghoztam ezt a döntést, és hát... Mert ugye te korábban Mátyús Jánosnál és Kovács Lászlónál is rendszeresen játszottál... Ezek szerint akkor Lengyel Ferenc azt, hogy személyesen benned a fiatalitás általános elvén kívül miért bízik kevésbé, ezt nem mondta meg? Szóval igazából ugye a kéthetesre végződik a születési számod, ez lehet egy alapvető probléma, nem? Hát igen, biztos, de igazából erről nem beszélgettünk, mm. sőt, erről abszolút nem. Ugye ő odajött három fordulóval a bajnokság vége előtt, az első nem játszottam sérülés miatt a másodikon játszottam, végig a ellen. Harmadik, azért voltam Cserefradil ellen, gondolom, én, mert egyébként adásom volt, és szinte egyet sejtettem a csapattal, de azért voltak jelek erre, és jeleztem a tulajdonosulnak, hogy akkor valószínű, hogy itt az ideje a váltásnak. Na most ő, hívtak a szintén NB1-es visszajutásra pályázó Mezőkövesthez is, az a kérdés, hogy miért a Vasast választottad? Gondolom azt, hogy egyrészt mert közelebb van, aztán ugye lehet, hogy azért jössz Pestre, mert annyira jól sikerült a szilveszteri buli ürömön, ezzel utalunk arra is, hogy hát pályázó az neked egy kifejezetten jó barátot. Igen, az Andris, mondhatnánk mind a háromat, az Andris tényleg az egyik legjobb barátom, együtt játszottunk még a Vasasban, voltunk válogatottak, tehát igazából... Szanyukára sok is régi ismerős. Karcsival ugye együtt jártam Győrbe, ő igazából ő gyerekkori barátom, úgyhogy ö, sok minden, és ö, nyilván én Pesti vagyok, tehát ez is közrejátszott. Ö, közrejátszott az is, hogy a kisfiammal talán többet tudok itt találkozni, ugye azért mezőkövesd innen még 130-140 kilométerre van, tehát elég nehéz lett volna megoldani, a fiam az ugye szombatnél jár suliba, úgyhogy ez sem egyszerű megoldás, de, de én úgy gondoltam, hogy Ugye ez lesz a legjobb. A Vasas egy nagyon jó csapat, tényleg egy nagyon jó kerettel rendelkező csapat. Jó edzői is van, jó edzések vannak, amit én ugye ezen a héten ki tudtam szűrni. Úgyhogy, és nagy ambíciókkal vágnak neki a bajnokságnak, nyilván elsők. Tehát ez egy hosszú menet lesz, és egy nagyon nehéz történet, és én megpróbálok teljes erőmmel segíteni nekik abban, hogy feljussanak. Korábban te egyszer már voltál a Vasasban, az, az rövidre sikerült. Hát igen, az egy fél éves történet volt, én akkor Kínában fociztam, hazajöttem, és... FC Guamban, igen. igen. Igen, 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 és igazából nekem az volt a fontos, hogy utána játszak újra. Ugye ott vége a bajnokságnak november elején, és elég hosszú volt a szünet, így és nekem az volt a lényeg, hogy játszak, ugye megkerestek a vasastól a a a, meg a mészőgézeik, és akkor elvállaltam. Igazából fél plusz egy éves szerződésem lett volna, ezt a felet ugye kitöltöttem, én úgy gondolom, hogy egy sikeres fél év volt az, hiszen ötödik helyre jöttünk fel a vasassal, kilencedikek vagy tizedikek voltak, csak aztán jött egy újabb lehetőség, és váltottam. Na most ugye hasonlóságok most is vannak, a másfél év, amennyire szerződtél, van csájék, szintén visszatértek a, a Vasashoz, ugye 2016. június kötelezted el magad. E szerint gondolom arra számítasz, és azért is jöttél többek között, hogy jövőre megint az élvonalban fogsz focizni. Hát nyilván ez is benne van, persze meg hát ahogy említettem az előbb is, hogy az első ugye a vasas a bajnokságban, de attól függetlenül ez egy nagyon nehéz menet lesz. Erre is megmondom, hogy 38 éves az ember, az szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy kap egy másfél éves szerződést. Azt hozzá kell tenni, hogy még nem írtam. Egyfajta magyar Francesco Tottiként. Hát jó lenne. <laughs> Minden szempontból, hogy ez így lenne, de hát azért vannak különbségek sajnos. Tehát ezért is döntöttem úgy, hogy a Vasast választom, ez egy nagyon korrekt dolog, de azt mondom hozzá kell tenni, hogy még nem sikerült megegyeznem teljesen a bíró Péter úrral, Pápáról, tehát ezáltal nem tudtam még aláírni a Vasasba szerződésemet, de nyilván ez már csak. Formaság formad, leginkább. Igen. Na most gondolom azért is volna jó visszajutni, mert a 200. gól is már elég közel van. Hát elég közel, ugye nyáron azt mondtam, hogy remélem meg lesz idén, hát nem sikerült, sajnos a pápával sok volt, nem rúgtunk, talán nyolcat, és nekem nem sikerült góltunk, attól függetlenül, hogy volt a gólpasszaim, meg szerintem a játék azért annyira rosszul nem ment. Hát jó lenne elérni, de most már nem ezek az elsődleges szempontjaim, ugye idáig kimondva, kimondatlan, mindenki nyaggatott ezzel, fú, ez a 200, meg én is úgy voltam ez az egészen, hogy szerintem egy gyönyörű végszó lenne, hogyha befejezném a pályafutást, hogy elértem a 200 gólt, most már ö, nyilván a tervben benne van, de szerintem egy nagyon nehéz dolog ezt azért megrúgni. Ö, könnyebb lesz vajon a vasos kezdőjébe bekerülni, mint pápán? Arra gondolok, hogy azért ö, erős ez a csapat, ö, Ferencivel, Lázokkal, Remilivel, és hát ö, vannak sejtéseid róla, hogy ez a sok támadó együtt lesz a pályán, hogyan rotáljátok egymást, ö, mit, mit mond erről a szakmai stáb? <laughs> nem tudom, nehéz, én ezen a héten jöttem, ugye hétfőn kezdtem el a felkészülést, azt hozzá kell tenni, hogy mondtál, hogy nagyon jó csatárok vannak, tehát én mondom, a Pistő együtt játszottam, még a válogatottban ismerjük egymást, száz éve barátok is vagyunk, ugye a Moha rengeteg volt rúgott most a Lázok Jani, ugyanúgy NB1, ahogy mondtad, úgyhogy nagyon jó játékosok vannak, nagyon nehéz lesz beverekednie magát az embernek a kezdőben, nyilván azon vagyok, hogy kezdő legyek, de abszolút úgy állok ez az egész, az elején én úgy gondolom, hogy azért nem biztos, hogy én fogok játszani, van lemaradásom is, tehát ezt nem is titkolom, ugye nekünk volt öt-hét szünetünk, úgyhogy annyira azért nem törtem magamban, nyilván futottam, meg kispályáztam, de az nem ugyanaz, de hát nyilván azon vagyok, hogy, hogy bekerüljek majd a csapatba. Ahogy érzékelted, az anyagi hátország, a körülmények Angyalföldön rendezettebbek most, mint pápán, ahol lehetett hallani problémákról, szóval itt időben lehet számítani a fizetésre, az a pénz, amit pápán hagytál, azt majd itt megkeresed és egyáltalán arányaiban fizetési különbség a két osztály között, erről mit lehet mondani? Hát én igazából ezzel nem szeretnék foglalkozni, nyilván mindenki hallotta, hogy vannak persze problémák, nem gondolom nem csak pápán, de hát vannak. Itt a vasasnál én úgy gondolom, hogy minden rendben van. Az, hogy mennyi maradt ott, egyelőre azon vagyunk, ugye ma lesz mondom egy tárgyalásom, hogy normális körülmények között megegyezünk a tulajdonos úrral, a Úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy ez sikerülni fog, és akkor ö, semmi akadály nincs annak, hogy én itt aláírjak a Vasasba. Nem elsősorban ezért érkeztem a Vasashoz, hanem azért, mert ö, mondom, még egyszer egy nagyon korrekt ajánlatot kaptam, tehát 38 évesen másfél éves szerződést ajánl egy klub, szerintem az egy nagyon-nagyon mm -hmm. dolog. Nagyon szoros egyébként az élmezőny, hogyha ránézünk erre az egycsoportos MB2-re. Mi dönthet a Vasas javára? Hát a játékosképet, igen, olyan, igen olyan, nem? az nagyon jó lenne. Én ahogy megismertem ezt a csapatot, így ezzel az, az egy hét alatt, meg nyilván láttam azért meccseiket, egy nagyon összeszedett, egy nagyon, nagyon jó tartással bíró, jó erőben lévő csapat, jó játékosokkal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha, hogyha tényleg ez így is, így is marad, már pedig miért nem maradna így, akkor, akkor ez nagyon-nagyon értékben dönthet arról, hogy főüljön a, a vasas az mb 1 ben de ahogy mondtad te is, említetted, azért vannak itt még nagyon jó csapatok, ugye a Kövesd is azért most erősített, a bajzát Petivel, úgyhogy ö, ez egy szoros menet lesz ott a Gyirmót, a Szolnok, a Békés Csaba, úgyhogy ha hát nem is MB, 1 ugye, mert az mb 1 mondjuk, hogy az a legfelsőbb szint, de azért ez közelít nagyon is hozzá, és szerintem bármelyik csapat fő az megállja a helyét, hát én nagyon bízok benne, hogy ez a vasas lesz. Uh -huh. egy a, ez a vasas, szerinted, hogyha most ezzel a játékos kerettel az első osztályban játszana, onnan nem feltétlenül lenne kieső? Szerintem nem lenne kieső, uh -huh. én azt mondom. Na most, ha netán, ugye feltételezve, de nem megengedve, hogyha netán mégsem sikerülne a feljutást, akkor is maradnál erre a másfél évre? Ha nyilván, de erre nem is gondolsz. Arra nem is gondoljunk. A felkészülés alatt, vagy legalábbis most, hogy, hogy, egy kicsit beleláttál, hogy kik játszanak a Fáj olyan fiatalokat felfedeztél, akikre érdemes lesz odafigyelni? Igen, nagyon sok tehetséges fiatal játszik a Vasasban, szerintem erre is alapozzák majd a jövőt, hát nyilván azért vagyunk mi egy párra, akik idősebbek, mondjuk a Pis, Ferenci, Pisti, én, most a Lázok Jani, is, most 30 év körüli, de hát ugye arra már szokták mondani Magyarországon, hogy már idősebb játékos, rutinos, van sok rutinos játékos, vannak nagyon jó ügyes fiatalok, ugye itt a német gabit kihagytam a sorból a kapustugacát, aki ugye együtt játszottam. Úgyhogy vannak idős játékosok, rutinosak, hát és vannak ügyes fiatalok is, és úgy gondolom, hogy ez egy normális felállás így. Na most a dorog elleni edzőmeccs van szombaton, akkor te már bevethető vagy? A lemaradásokkal <tos> együtt? <tos> nem, a karcsival megbeszéltük, hogy a dorog ellen még nem játszok. Ugye én edzek külön, ma is egy kicsivel több edzés lesz nekem, mint a többieknek. Úgyhogy ma jövő héttől az edzőtáborban, ugye megyünk Lipótra edzőtáborra, ott már fokozatosan fogok pályára lépni, úgyhogy tehát ennek is megvan a fokozatossága. Na most, hogyha minden jól menne a következő szerződési időszakban piros-kékbe, akkor, ahogy ezt már többször említetted, nem bonyolult kiszámítani, 39 es fél éves leszel, amikor ez a mostani szerződés lejár. Az szokták gondolkodni, hogy hány éves korodik szeretné játszani, hogyha minden jól menne? Akkor ameddig csak lehet? Hát nyilván, az ember kitolná minél tovább a pályafutását azért el kell gondolkodni azon, hogy utána van-e folytatás, nyilván, hogy mondod. Fizikálisan erőben jól érzed magad? Ezzel nincsen sérülés probléma. Sérülési szempontból okay vagy? Igen, igen, pápán plusz jártam külön edzőz, úgyhogy kell az embernek foglalkozni magával. Meglátjuk, én azt mondom, hogy ezt várjuk meg ezt a fél évet, én nagyon bízok benne, hogy jól fog sikerülni, minden szempontból, a feljutás szempontjából, a csapat szempontjából és magam szempontjából is. Aztán jön a következő év, Remélem, hogy az is nagyon jó fog sikerülni, aztán meglátjuk. Hát ez majd a vezetőkön is múlik, majd nyilván rajtam is. És végül azt mondják, hogy azon gondolkozol, hogy gondolsz arra, hogy mi lesz veled majd egyszer azután valamikor. Ha arra gondolok, hogy a jó barátó András pályaedző lett, ugye említett Ferencépista Pista edző szeretne lenni, a posztok kezdenek foglaltak lenni az edzőistában, te, te, te mi szeretnél lenni egyszer majd, ha nem foszista lesz? Nem tudom, már beszélgettünk egyébként a Van hmm. hát nyilván szeretnék maradni a labdarúgásban. Igazából az, az az a lényeg ennek, hogy az edzői dolg az annyira nem csábít egyelőre, tehát valamilyen vezetői szinten, Mondjuk tulajdonos, nem, 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 nem. Valamilyen, csak az, az a lényeg, hogy maradjak Na, a ne, fociban a, és uh -huh. a csapat mellett. Na mindegy, egyelőre viszont sok volt. Jó felkészülést, meg sok sikert fáj utcában is. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.